Jézusom, menekülj! Rémelnek ilyen dolgok így a régmódból, vagy a 70-es, 80-as években, hogy a tévé az maga az ördög, és hogy így ugyanazok a tendenciák, mint most, hogy így lejönni a Facebookról, nem tudom, kevesebb digitális cuccot használni, ugyanúgy volt ez, hogy akkor kidobom a tévét, és akkor a lakásomban nem lesz tévé. Tehát hogy szerintem akkor is meg voltak ezek a tendenciák, csak tényleg léptékében már nem összehasonlítható az a infómennyiség, mint amit a tévé tudott szolgáltatni. Többnyire a szüleim nem voltak tisztában, hogy én mikkel foglalkozom a számítógépen, szerintem. Meg hát nekem, tehát hogy azért részben örülök neki, hogy mondjuk a szüleim azok valamennyire szigorúak próbáltak lenni, és tehát hogy ilyen korlátokat állítottak az én számítógépezésem órái elé. Én személy szerint nem éreztem akkor nagy különbséget a gyilkolós és a stratégiai játékok között, tehát hogy az én alapvető élményem az, hogyha így játszom, ez egy ilyen nagyon erős ilyen belső feszültséget hoz létre. Mai napig, hogyha a telefonon a legegyszerűbb játékkal játszom, ez a belső feszültség, tehát hogy a sikerélmény, ha összejön, az kb. Egy ilyen fél másodpercig tart, egy ilyen nagyon rövid orgazmus, és utána a következő pálya, ami ebben a folyamatos feszültségben tölt az időt, hogy meg tud csinálni. Nem a feszültségen van a hangsúly, hanem azon a boldogság érzeten, hogy valamit véghez vittél, vagy valami jó történt, vagy nem tudom. És amikor ez nem számítógépes játékkal valósul meg, mondjuk nem tudom, futottál 5 kilométert és annak örülsz, akkor az a típusú boldogság érzet szerintem így tovább tart, meg ennek, hogy ebben igaza van ennek a cikknek, hogyha a való életben viszel véghez valamit, annak mégis nagyobb súlya van bizonyos, tehát hogy mégis nagyobb hatással van rá. Zsizsek példálózott ezzel, hogy nyilván ő mindig mindent megfordít, és máshonnan nézi, de hogy mi van akkor, hogyha ezek a számítógépes karakterek, akik gyilkolnak, meg nem tudom, az nem arról szól, hogy én felveszek egy jelmezt, és akkor a számítógépes játékon belül egy ilyen avatárommal így mészárolhatok mindenkit, hanem mi van akkor, hogyha igazság szerint abban a szabad virtuális térben, ahol azt csináltok, amit akarok, végre magam lehetek, és közelebb kerülhetek magamhoz, hogy a saját szabadságot jobban megélhetem, mint a valóságban, ahol meg ilyen szociális szabályrendszerekben működve a társadalom nem engedi meg, hogy önmagam legyek.